Vigyázz! Egy, kettő, start! Úgy tűnik, hogy második nekifutása érvényes a start, ez a Cyrano díj, kicsit vegyesen, de legalább hiba nélkül indul a mezőny, és talán ez a lényeg, de Del Piero elmegy vezetni, egy-két osztás előnyt egyelőre még tart a többiek eszembe, sőt növeli is, mert azért most, ahogy talpon van, egyre inkább lendül bele, Duit K. természetesen most még a második, hibázik Saddik Liv rögtön az első szakasznak a végén a kanyar előtt, úgyhogy Saddik Liv kieshet a versenyből. Két favorit következik a vezető páros mögött, fejfej mellett, belül Petra Larok mellette pedig Top of Climb, Damtán Göllem, illetve a leghátrébről induló Duchess of Pearl egyelőre sereghajtó. Diktálja Del Piero Dukai Tamással a tempót, két ossza jön mögötte Duit K. A szép lassan zárkózóban van most már a kívülről érkező Top of Climb fazekassal, a harmadik helyre igyekszik feljönni és elvenni majd a falat Petra Laroktól. Libasorrá rendeződik a csapat, Damtán Göllem itt az egyenesben egy kicsit visszacsúszik, de Duchess of Pearl előzi meg. Akkor, amikor egy kör van hátra, nem olvad, sőt egy picit nőni tudott Del Pierónak az előnye. Tisztességgel belehúzott a vezető ló, ez pedig azt eredményező, hogy gyakorlatilag libasorban halad a mezőny, nem tud hozzá igazán közelíteni a vele egy távról forduló Duit K. sem, nagyjából egy olyan 10 méter előnye is lehet a vezető lónak. Top of Climbing favorit egyelőre a harmadik helyen, aztán Petra Larok, a következő lovunk, a Duchess of Pearl követi őket, majd pedig a még versenyben lévő lovak sorát Downtown Girl M zárja, hiszen ugye Saddik Livet már kizárták a versenyből. Del Pierót úgy hallottam, hogy kizárták a versenyből, ez pedig akkor azt jelentheti, hogy az élért, az első helyért indulhat meg majd egy komolyabbnak tűnő támadás. Duit K. tudja tartani a falat, Top of Climb azonban jön előre fele, Petra Larok pedig fáradni látszik, közelítenek tehát az utolsó kanyarhoz. Igen, most már jön is kifele az eddigi vezetőló Del Piero, tehát őt diszkvalifikálták Top of Climb rohamoz, illetőleg megindulni látszik kívülről Petra Larok, és ott van Duit K. is. A két favorit megérkezett, de egyelőre Duit K. azért a falon próbálja védeni a pozícióját, Top of Climb van mellette, de Duit K. visszajön, és Duit K. mögött érdemes nézni Nagy Ferenc kettő lovát, Damtán Göllem Emmet, aki teli kézzel megérkezett oda a vezető mögé, és a befutóban akár még a győzelemét is küzdhet, hogy a Saddik Liv is ott van, de ha minden igaz, talán őt már kidobták. Támad Top of Climb, támad Petra Larok, bent a falon azonban a Duit K. vezet, mögötte pedig Damtán Göllemnek abszolút nincsen útja, négyen szinte teljesen együtt az utolsó 50 méteren, a két favorit átveheti lassacskán a vezetés, Top of Climb élen van, Petra Larok folyamatosan támadja, de nem tudja utolérni, egy újabb fazekas győzelem, ezúttal Top of Climb jó voltából, Petra Larok a második, Duit K. a harmadik, mögöttük pedig ugye Damtán Göllem és Duchess of Pearl, hiszen ugye Saddik Livet és Del Piero diszkvalifikálták verseny közben.